Teltház előtt zajlott a Teva női férfi röplabda a Magyar Kupa döntője Gödöllőn, a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A háromnapos eseményen a sportág legjobbjai csaptak össze, köztük a Teva Gödöllői Röplabda Klub női csapata. A mérkőzések pénteken kezdődtek a férfi csapatok részvételével. Első helyezett lett a Fínó Kaposvárese, második a Kádár Kecskeméti Röplabda Klub, harmadik a Dági KSE, a negyedik pedig a BMM Apej csapata lett. Szombat délután a gödöllői lányok kezdtek a budapesti Aluprof TF csapata ellen, amit nehéz küzdelem árán sikerült megnyerniük, így vasárnap indulhattak a bajnoki címért a Vasas ellen. A nagy érdeklődésre számottevő mérkőzésen a gödöllői csapat szerezte meg az első pontot. Sajnos a nyitásrontások miatt a megszerzett előny elveszett, így a nyitó játszmát 22-25-re a budapesti csapat hozta. A második szettet szintén a gödöllői lányok indították jobban, ám rövid tétovázás után összeszedte magát a Vasas, és tetemesre növelték előnyüket. Így az eredmény a meccs végére ismét 22-25 lett. A harmadik menetben a tevás lányok sajnos nem tudták felpörgetni magukat, ismét a Vasas hozta ezt a szettet is. A Teva női röplabda Magyar Kupa döntőjének végeredménye: első a Vasas Óbuda, második a Teva gödöllői röplabda klub, harmadik az Aluprof TF budapesti csapata, negyedik a Budapest Bank Békés Csabai RSE csapata. Ludvig Zsolt, a Teva gödöllői röplabda klub edzője a kupa döntő után, megtalálta-e már a szavakat? Igazából a csalódottságomon kívül nem nagyon találok szavakat. Nagyon-nagyon görcsösen játszott a csapat, és hihetetlen mennyiségű hibát vétett, ami nem is érdemeltünk győzelmet, hiszen én azt gondolom, hogy aki 16-18 nyitást elront, az egész egyszerűen nem fog tudni győzni, pláne egy olyan ellenféle szemben, aki még ráadásul jól fogad és jól mezőnyözik. Nagyon-nagyon begörcsölt a csapat, nagyon-nagyon alul teljesített szinte minden játékos. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon mélyről kell most elkezdenünk az építkezést, hogy a bajnoki elődöntőben és a reményteli bajnoki döntőben is esetlegesen sikeresebbek legyünk. Mi az, amin a legfontosabb lesz változtatni? Hát a nyitásunkon, ez alapján, a mérkőzés alapján mindenféleképpen, illetve azon a mentalitáson, amit most nagyon-nagyon furcsán láttam a csapaton, hogy egész egyszerűen egy idő után elvesztik a fejüket, és nagyon-nagyon buta megoldásokkal, szinte önmagukon kívül játszanak, nem pedig azt, amit már ezerszer megcsináltunk edzésen, alkalmazzák. Ez egy nagyon furcsa dolog, mindenféleképpen le kell higgasztani őket, hogy hideg fejjel, de ugyanakkor pedig nagyon tetvágyúan tudjanak majd dolgozni. Az ezüstérmes Teva gödöllői röplabdaklub csapatának tagjai Csengeri Petra, Haklő Szilvia, Háfra Dominika, Krígel Éva, Krígel Zsófia, Lékó Lilla, Luther Liza, Merkószki Tünde, Molnár Németh Zsuzsanna, Szakmári Gréta, Széles Petra. Edzőik Ludvig Zsolt, vezetőedző, és Szalai Attila, másodedző. Thank you.